növekvő lakáseladás. Rekordközeli forgalmat tapasztaltak a szakemberek a hazai lakáspiacon júniusban. 12.184 ingatlan cserélt gazdát a múlt hónapban, ami 40%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Nyári betörések. A nyári időszakban megsokszorozódnak a vagyon elleni bűncselekmények. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a lakásbetörések, a gépjármű feltörések és a strandlopások is. Hűtőket adományoztak. Összesen közel 21 millió forint értékben 228 darab új energiatakarékos hűtőszekrényt adományozott egy nyíregyházi cég a megyeszékely önkormányzatának. Rekordközeli forgalmat tapasztaltak a szakemberek a hazai lakáspiacon júniusban. 12.184 ingatlan cserélt gazdát a múlt hónapban, ami 40%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyíregyházán tavaly 5 évvel bővült a lakáspiac. Az idei év első felében az országos átlagnak megfelelő 20-30% körül növekedés volt a megyeszékhelyen. A nyári szezonalitás miatt a korábbi hónapokhoz képest már csökken az ingatlan vásárlások száma. A nagy kereslet miatt kialakult áremelkedésnek köszönhetően a forgalom viszont még mindig jelentősebb a korábbi időszakokhoz képest. Országos szinten az idei fél évben nagyjából 30-40%-kal nőtt az adásvételek száma a tavalyi első fél évhez képest. Úgy látjuk, hogy az idei év valószínűleg 140-150 ezer lakásadásvétellel fog zárulni, ami ugyan még nem éri el a válság előtti szintet, de már nagyon közel van hozzá. Nyíregyházán az első fél évben a használt téglalakások 150 ezer forintos négyzetméter áron cseréltek gazdát, a panel lakások négyzetméterenként átlagosan 140 ezer forintért keltek el a megyeszékhelyen. A nyíregyházi ingatlanpiac is követte az országos trendeket. Évelején egy nagyobb megindulás volt, ami azt jelentette, hogy az 5-6 milliós ingatlanok szinte egy-két napon belül értékesítésre kerültek. Rengetegen vásároltak befektetési céllal. Beszélgetünk akkor albérletkiadásról is. Megemelkedtek az albérleti árak Nyíregyházán, nem volt kiadó albérlet, ezért nagyon sokan vásároltak lakást albérleti célra. Ezek az 5-6 milliós lakások elfogytak, és egészen ez a dömping áprilisig tartott. Akkor az irodánk is 122 iroda közül kiemelkedő országos sikereket ért el. Harmadik helyen végeztünk bevételt és tranzakciószámot tekintve. Hucma Melinda elmondta, a lakások további áremelkedésére már nem számítanak, az új támogatási formáknak köszönhetően az év hátralévő részében a családi házak kereslete emelkedhet számottevően. A nyaralás ideje alatt nem érdemes képet posztolni a közösségi oldalakon arról, hogy éppen nem tartózkodunk otthon, hiszen ez figyelemfelkeltő lehet a tolvajok számára is, ezt tanácsolja a rendőrség. A nyári időszakban megsokszorozódnak a vagyon elleni bűncselekmények. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a lakásbetörések, a gépjármű feltörések és a strandlopások. A betörések, lopások száma a nyári időszakban mindig magasabb, mint az év más szakában. A készpénz, ékszerek, kisebb műszaki cikkek, laptopok, fényképezőgépek a leggyakrabban ellopott értékek. A tolvaj számára sok esetben elég egy nyitva hagyott ablak, amin keresztül észrevétlenül besurranhat. A földszinti, rács és riasztó nélküli lakások vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Egy kis odafigyeléssel a vagyon elleni bűncselekmények megelőzhetők, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ha nem muszáj a lakásban, ne tartsunk nagy értéket, készpénzt nyilván inkább a bankban, kisebb értékeket, hogyha ilyenek vannak a lakásban, azt érdemes elzárva, akár egy páncélszekrényben, lemezszekrényben elzárva tartani, egyéb értékekről pedig érdemes felvételt, fotót készíteni, hogyha ne adj Isten mégis megtörténik a baj, akkor segítsük a rendőrség körözési munkáját, könnyebb lesz majd megtalálni az értékeket, akár egy festményt, akár egy ékszert, hogyha arról van felvétel. Ma már egyre több lakást riasztóval, kamerákkal szerelnek fel, van, ahol a távfelügyeleti rendszert is igénybe veszik. Fontos, hogy ne verjük nagy dobra, ha nyaralni indulunk, csak a közvetlen család és a szomszédok tudják, ha elutazunk. Az internet világában sokan Facebookon posztolják éppen hol járnak, merre járnak, és hát sokszor ezt nem csak a legszűkebb környezet, hanem mások is, az ismerősök ismerősei is láthatják.
és akár ezek között olyan ember is lehet, akinek eszébe jut, hogy bizony egy üresen álló lakás milyen lehetőségeket tartogat. Tehát fontoljuk meg, hogy mikor tesszük közzé a nyaralási képeket. Szerintem nem késünk le semmiről, ha már csak akkor posztoljuk azokat, amikor hazatértünk. A lopások jelentős része nyáron a strandokon, vízpartok közelében történik. Ide sem érdemes magunkkal vinni túl sok készpénzt, ékszereket, drága mobiltelefont. A legtöbb strandon van értékmegőrző, érdemes ezeket használni. Klasszikus hiba, hogy törölközővel takarják le értéktárgyaikat, akik fürdeni mennek, ez még inkább felhívja a tolvajok figyelmét. A leparkolt gépjárművekből mindig minden értéktárgyat ki kell venni, ez aranyszabály. A rendőrség összefoglalta a nyári bűnmegelőzésre vonatkozó tanácsaikat, amelyek a rendőrség honlapján elolvashatók. Összesen közel 21 millió forint értékben 228 darab új energiatakarékos hűtőszekrényt adományozott egy nyíregyházi hűtőgépgyártó cég a megyeszékely önkormányzatának. A készülékeket a helyi szociális és oktatási intézmények, valamint önkormányzati non-profit szervezetek részére ajánlották fel. Az új háztartási eszközök 83 különböző helyre kerültek, bölcsödékbe, iskolákba, szociális és kulturális intézményekbe. Az új hűtők energiatakarékosak, így a fenntartásuk is kedvezőbb lesz. A 10 éve Nyíregyházán működő hűtőgépgyártó cég ezzel az ajándékkal a városfejlesztést is elősegíti. Összesen 228 utó ajándékoztunk a városban, többféle utószekrény ajándékoztunk, legtöbb A+ osztály, A++ osztály készülék is volt. Hát körülbelül egy 90 ezer forint értékű készüléke, ami ilyen árban lehet vásárolni. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz összesen 21 hűtő érkezett. A központ 14 intézményt foglal magába, ezek között található bölcsöde, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, valamint családok átmeneti otthona is. Utóbbi 4 új hűtőszekrényt kapott. A családok átmeneti otthonában 2 darab hűtő állt a rendelkezésünkre, ugyanakkor ezt a 2 hűtőt 40 fő vette igénybe. A család létszám mindig attól függött, hogy hány fős a család, tehát elég megterhelő volt. Ezeket a hűtőket hosszabb időn keresztül tudtuk volna lecserélni. Az intézmény felújítását követően nem csak a intézményünk szépült meg, hanem bővültek az intézményben a közös helyiségek is, ilyen a konyha is. A korábbi 2 konyha helyett most 6 konyha áll rendelkezésére a családoknak. Az így megtakarított forrásokat más fejlesztésekre tudják majd fordítani, tette hozzá a sajtótájékoztatón dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Központ vezetője. Továbbra is a legmagasabb vörös riasztás van érvényben országszerte a hőség miatt. A megye több pontján, a vasútállomásokon és forgalmasabb útkereszteződésekben is vizet osztottak a közlekedőknek. Több helyen párakapukat is beüzemeltek. Nyíregyházán a Dózsa-György utca és a Nagy Imre tér találkozásában hűtött vizet adtak az arra járóknak, de a Kossuth téren is osztottak ásványvizet. A szakemberek fokozott folyadékbevitelt ajánlanak a nagy melegben. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriadó holnap éjfélig tart. A tartós hőhullámnak a szerdán este érkező hidegfront vethet véget. Holnaptól bruttó 4 forinttal emeli a 95-ös benzinárát a MOL. A gázolajára a hét közepétől nem változik. Az emelést követően a benzin átlagára 390 forintra nő, míg a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára 378 forint marad. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és idén január között mintegy 100 forinttal csökkent. Az utóbbi 6 hónapban ugyanakkor fokozatosan emelkedett, összesen 70 forinttal. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csaknem 40 forinttal lett magasabb. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. 2 magyar és 1 ukrán forgalmi rendszámú személygépkocsi ütközött össze hétfőn délelőtt a 4-es számú főúton Fényeslitke és Komoró között. A járművekben 5 utaztak, közülük 2 sérültek meg. A műszaki mentéshez a záhonyi tűzoltók vonultak. A főút rövid ideig le volt zárva, majd a helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt a forgalmat a rendőrök irányították. A záhonyi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Szárnyas Sárkány Fesztivállal, komoly zenei napokkal és a nyár végén lovas napokkal várják a Nyírbátorba látogatókat. A nyári programok már elkezdődtek, és egészen az augusztus 20-ai hétvégéig tartanak.
Több mint 100 programmal várja a július 10-én kezdődő Szárnyas Sárkány Fesztivál a Nyírbátorba látogatókat. A 23. alkalommal rendezett utcaszínházi találkozóra több mint 50 produkció hivatalos. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományos, több évtizedes múlttal rendelkező fesztiváljainkra is, és az egyik ilyen nagyon ismert, és nem csak a megyében, hanem nemzetközi szinten is elismert a Szárnyas Sárkány utca színházi fesztiválunk. Ez egy nagyon különleges, egyedi hangulatú, egyedi arculatú programokkal várja az ide látogatókat, hiszen az utca színházi hangulat az egy nagyon különleges légkört teremt itt Nyírbátorban, a Minorita templom tövében. Ez egy nagy felvonulással kezdődik 10-én pénteken, és egész nap pénteken, szombaton és vasárnap, tehát a teljes hétvégén kínál összességében több mint 100 programot az ide látogatóknak. A Szárnyas Sárkány Fesztivált követően a komoly zenei egész estés programot kínáló 49. Nyírbátori zenei napok is elkezdődnek. A rendezvény sorozat egészen az augusztus 20-ai hosszú hétvégéig tart. A gyermekprogramok a múzeumkert fái alá költöznek, ahol a világ egyik legkisebb, még szabad szemmel látható játéka mellett bábszínház, szörnycirkusz és cirkuszkabaré is várja a családosokat. Igyekszünk egy olyan programkínálatot összeállítani, ami a gyakorlatilag az iskola végétől a következő iskola kezdésig szinte minden héten, minden hétvégén, még hétköznapokon is folyamatos kulturális programot biztosít. A fürdőben és a városban számos ilyen kulturális rendezvény lesz. Az augusztus 20-ai hétvégén egy lovas produkcióval, az 5. Nyírbátori lovasnapokkal és egy lovas színházi produkcióval zárja a város a nyári évadot. Udvaros Dorottya lemezbemutató koncertjét láthatta a közönség a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A részleteket hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. 4 nyíregyházi atléta áll rajthoz a csütörtökön kezdődő tallini U23-as Európa-bajnokságon. Kerekesdúrra Szikszai Róbert és Káblár János diszkoszvetésben, Bakosi Péter pedig magasugrásban igyekszik elérni a minimális célként kitűzött döntős szereplést. A Grund foci súlyese 39 fiatal labdarúgója egy héten keresztül edzőtáborozott Gáva Vencsellőn. Az utánpótlás nevelő egyesület célja, hogy minél több tehetséget segítsen a magasabb osztályban való szerepléshez. Udvaros Dorottya Majdnem valaki című lemezbemutató koncertjét láthatta a közönség a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A műsor valójában előbemutató volt, hiszen a színésznő a készülő új lemezének dalaival lépett a közönség elé. A dalok szövegírója Bereményi Géza, a zeneszerzője pedig Hrutka Róbert. Férfi és nő viszonya, anya és fia kapcsolata a 21. század kérdései. Ezek a gondolatok is megszólalnak azokban a dalokban, amelyekkel Udvaros Dorottya lenyűgözte a nyíregyházi közönséget. A művésznőt régi barátság fűzi a szövegíróhoz, aki megérzi, hogy az énekesnek éppen mi van most a lelkében. A színésznő, valamint Hrutka Róbert és zenekara kíváncsiak a közönség reakciójára, ezért is viszik el az ország több helyszínére a dalokat, még mielőtt CD-re vennék azokat. Mi magunk is meg akarjuk érezni, hogy ezek a dalok hogyan működnek nézők előtt. Mert én tudom, hogy amikor nekem eljátszották annak idején, a Géza ott ült, gyűrögetett valami papírt, a Robi egyszer gitárral elénekelte a dalokat, akkor legalább 3 dal volt, amikor elsírtam magam, annyira szíven ütött a dal. És szeretném megérezni, hogy ez hogyan van, hogy a nézők is ezt úgy érzik, ahogy én, vagy ők máshogy reagálnak, máshogy viszonyulnak. Szóval valahogy ez egy ilyen furcsa formabontó dolog volt. A nagy részt 2015-ben született művek szövegírója Bereményi Géza, a zenét pedig Hrutka Róbert szerezte. A muzsikus szerint különleges a hangulata a közös munkának. A Géza, ugye, akivel együtt csináltuk a dalokat, tehát nem úgy születnek, hogy én valahol otthon megírom és elküldöm felvételen, hanem átmegyek hozzá, vagy gitára, vagy az zongorára, akkor ő jön hozzám, és együtt formáljuk a dalokat, és a Géza mondja a gondolatait, hogy mit szeretné, és milyen életképeket szeretne megmutatni, meg mi az, ami a Dorottyára való, és hogy azt mondja, hogy kell neki még verszak, vagy rész, akkor ott a helyben átalakítjuk, átírjuk a dalt, vagy hogyha szöveget akar még, vagy be akarja fejezni, és rövid, hosszú, akkor megyek utána, és együtt születnek. Nagyon, nagyon jó folyamat.
A szabadtéri nyár következő előadása a Hattyúdal a Republik Együttessel című zenés komédia lesz, amelyet július 8-án láthat a nagyérdemű Verebes István rendezésében a József Attila Színház művészeinek előadásában. Négy nyíregyházi atléta áll rajthoz a csütörtökön kezdődő tallini U23-as Európa-bajnokságon. Kerekesdúra, Szikszai Róbert és Káplár János diszkoszvetésben, Bakosi Péter pedig magasugrásban igyekszik elérni a minimális célként kitűzött döntős szereplést. Kedden elutazott a csütörtökön kezdődő észtországi U23-as Európa-bajnokságra magyar válogatott. A csapatban négy nyíregyházi versenyző is helyet kapott, közülük három, Szikszai Róbert, Káplár János és Kerekes Dóra, Kerekes László edző irányításával készült fel a kontinens viadalra. Nagyon jó helyen állunk a ranglista alapján. Robi ugye ott van az első háromba, Jani a 10. helyen, lányom 15. helyen. Döntős helyezéseket várok, illetve valakitől egy szebb eredményt is. Szikszai Róbert két évvel ezelőtt még juniorként Európa-bajnoki címet szerzett. Tallinnban 60 méter fölé szeretné repíteni a diszkoszt a fiatal atléta. Gyakorlatilag ugyanez a mezőn lesz, egy évvel idősebbek csatlakoznak még hozzánk, egy pár ember, egy orosz, ukrán, és őket szeretnénk legyőzni. Káplár János reményei szerint nem jelenthet gondot számára a döntőbe jutás, ott pedig már bármi megtörténhet. Én úgy gondolom, hogy nem lesz annyira magas a szint, hogy ne lehessen megdobni. Én egy 58 méterre számítok, ami egy ideális körülmények között bármikor meg tudom dobni, Robi és én is, úgyhogy hát bízom, hogy nem fog problémát okozni ez az 58 méter, vagy amennyire ki fogják rakni a szintet. Az első világversenyén induló Kerekes Dóra számára is a döntőbe jutás a cél. Szeretnék mindenképpen a döntőbe kerülni, jól sikerült most ez a felkészülés, több edzőtáborba is sikerült mennünk, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül döntőbe kerülnem. A magasugró Bakosi Péter sérülése már a múlté, így a minimális elvárás esetében az, hogy a 26-os mezőnyben kiharcolja a 12-es döntőbe jutást, a fináléban pedig egyéni csúcsa szeretne ugrani a nyíregyházi atléta. A Grund focisuli SE 39 fiatal labdarúgója egy héten keresztül edzőtáborozott Gáva Vencsellőn. Az utánpótlás nevelő egyesület célja, hogy minél több tehetséget segítsen a magasabb osztályban való szerepléshez. A Grund focisulinál az óvodás korosztálytól a felnőtt csapattal bezárólag közel 150-en rúgják a labdát. Az egyesület részese a Bozsik programnak, emellett a vezetők mindent megtesznek azért, hogy a nyári időszakban is elfoglaltságot biztosítsanak a gyerekek számára. Az elmúlt hetet 39, 9 és 14 év közötti futballista palánta Gáva Vencsellőn töltött egy focitáborban. A felnőtt csapat és a Gáva Vencsellő között jó a kapcsolat. Ugyanúgy a Gáva Vencsellő a Bozsik programba, a csoportomba tartozik, tehát ez már mélyebb ez a barátság. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kialakítottak itt egy gyermek és ifjúsági tábort, ami nagyon jó körülmények között lehet táboroztatni a gyerekeket, és én kijöttem, megnéztem, és úgy döntöttem, hogy igenis nagyon jó körülmények vannak itt, annál is inkább, mert a pálya az használható, tehát a felnőtt, ahol meccseket játszik, azt birtokba tudtuk venni délelőtt délután, úgyhogy itt a tábor területén van kis pálya, ahol ha nem bírálnak a gyerekek magukkal, akkor még az energiát le tudják vezetni. Tetszett az, hogy három szoba van, tehát nem két ágyas szobák, hanem a közösség fejlesztése szempontjából ez nagyon jó volt. A Grundfoci suliban azok a gyerekek is játék lehetőséget kapnak, akik magasabb szinten nem rúghatnak labdába, a legtehetségesebbek számára pedig lehetőség van az előrelépésre. Én egy nagyobb szinten szeretnék játszani, legyen ez például a magyar első osztály, és akár feljebb is, kapus vagyok, és a példaképen most jelenleg Casillas. A Grundfocisuli fiataljai három játékos kivételével, akik július közepén már a Bozsik Akadémián kezdik el a felkészülést, július végéig pihenőt kaptak. A megyei másodosztály rakamasztakarék csoportjában szereplő felnőtt csapat tagjai pedig a jövő hét elején találkoznak majd a szezon első edzésén. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Rekordközeli forgalmat tapasztaltak a szakemberek a hazai lakáspiacon júniusban. 12.184 ingatlan cserélt gazdát a múlt hónapban, ami 40%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.
Nyíregyházán tavaly 5 évvel bűvült a lakáspiac. Az idei év első felében az országos átlagnak megfelelő 20-30% körüli növekedés volt a megyeszékhelyen. A nyaralás ideje alatt nem érdemes képet posztolni a közösségi oldalakon arról, hogy éppen nem tartózkodunk otthon, hiszen ez figyelemfelkeltő lehet a tolvajok számára is, ezt tanácsolja a rendőrség. A nyári időszakban megsokszorozódnak a vagyon elleni bűncselekmények. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a lakásbetörések, a gépjármű feltörések és a strandlopások. Összesen közel 21 millió forint értékben 228 darab új energiatakarékos hűtőszekrényt adományozott egy nyíregyházi hűtőgépgyártó cég a megyeszékhely önkormányzatának. A készülékeket a helyi szociális és oktatási intézmények, valamint önkormányzati non-profit szervezetek részére ajánlották fel. A Kölcsei Televízió keddi híradóját látták, friss hírekkel szerdán jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A forró afrikai légtömeget a szerdán napközben érkező hideg front fokozatosan kiszorítja a Kárpát-medencéből. A nappali gomoly felhők éjszakára feloszlanak, jobbára derült idő alakul ki estétől. Csapadék nem lesz. A délire forduló szél helyenként kissé megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16-22 fok között alakul. A magasabban fekvő helyeken lesz enyhébb az éjszaka. Reggelre általában 21 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap délelőtt még napos, száraz idő lesz, később nyugat felől egyre több helyen erősen megnövekszik a felhőzet, délutántól záporok, zivatarok alakulnak ki, helyenként heves zivatar is lehet jégesővel, viharos szélrohamokkal. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, a front érkezésével megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet még 36-38 fok között alakul, de délután nyugat felől jelentősen csökkenni kezd a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben, valamint nagyon erős UVB sugárzás is várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Mérsékelten meleg idő várható a következő napokban, országszerte sok napsütésre számíthatunk csütörtökön, az elvonuló hidegfront hatására még helyenként lehet zápor. Az élénk északnyugati szélben komfortérzetünk nagyon kellemesen alakulhat.